folyamatosan dolgoznak a munkagépek az építőiparral foglalkozó Tambal Kft. Tamási telephelyén. Ezt a céget nem roppantotta meg a koronavírus, de a járvány negatív hatásait ők is megérezték. Két olyan a nagygépes üzletágat érintő piaci szegmensünk, illetve piaci konkrét munkánk haltak el, amelyek elég komoly több százmilliós jelleget tudtak volna prezentálni árbevétel tekintetében, de ezt nyilván tudomásul kellett venni, hogy a tisztelt megrendelői állományunk súlyosan érintett COVID-19-es körülmények miatt. A magas és mélyépítéssel, gyártással, kis- és nagykereskedelemmel és áruszállítással is foglalkozó Tamási építőipari cégnek most is bőven van munkája, és hasonló a helyzet az egész ágazattal. Az építőipari vállalkozások most a hosszú távú projektekre koncentrálnak. Örömünkre szolgál, hogy az operatív programok és egyéb közszférában jelentkező programok tovább folytatódnak, hiszen ezek az építőipar kis-közép vagy éppen nagy vállalatait meggyőződésem szerint életben tartják, és nyilvánvaló, hogy sokak szerint a V-alakúként jellemzett gazdasági körülmények jelen időszakát követő felpattanási időszakot az építőipar is egészségesebben, strapabíróbban és életképesebben fogja tudni várni. Az elmúlt egy-két évben lendületes növekedés és felfutás jellemezte az egész építőipari ágazatot. Sok cégnél ezért most a csökkenő rendelésállomány lehetővé teszi, hogy behozzák a korábbi csúszásokat és felgyorsítsák a már elkezdett kivitelezéseket. Úgy látszik, hogy vannak nagyobb beruházások, tehát állami megrendelések is, kisebb önkormányzati megrendelések is, úgy néz ki, hogy jó néhány önkormányzat is beállt ebben a sorban, hogy megpróbál munkát biztosítani a helyi vállalkozóknak. Mindenki tudja, hogy gyakorlatilag a saját vállalkozóit kell támogassa annak érdekében, hogy a gazdaság helyben vagy országosan ne üljön le, és hát ez érdeke az adott településnek is, hiszen a dolgozók, a helyi lakosoknak a munkahelyet így tud biztosítani a vállalkozás. Az, hogy az ágazatot egyelőre nem törte meg a járvány, a számokon is látszik. Idén áprilisban 293 ilyen új céget jegyeztek be az országban, és 297-et szüntettek meg. Szakértők szerint ez elfogadható arány még békeidőben is. A termelés volumene sem csökkent drasztikus mértékben. Márciusban 16, még áprilisban már csak 3,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A munkáltatók körülbelül 20%-át érintette nagyon komolyan ez a helyzet, a többi megfelelő tartalékok, amíg rendelkezik, illetve kivár, hogy jobb helyzet legyen. És miután vannak megrendelések is, én úgy gondolom, hogy azok ki fogják bírni. Ezzel a 20%-a lesz gond. Az ágazat akár csak kisebb mértékű visszaesése is komoly negatív hatást tud kiváltani a nemzetgazdaság egészére, ezt mondja a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Mindig is a beruházások, az épületek építése vitte előre a gazdaságot. A beruházás egy olyan faktor volt, amely lendületet adott a többi ágazatnak is. Én úgy gondolom, hogy ez az időszaknak, ha vége van, ez a járvány időszaknak, akkor várhatóan meg fog indulni újból az építőipar, hiszen egyrésztről úgy néz ki, hogy az új épületek építése, valamint a lakások és más házak építésére van igény, és talán ez helyre fogja hozni az építőipart. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a cégeknek most arra kell koncentrálniuk, hogy a visszaesés ellenére is megtartsák a már bevált dolgozóikat. Ha nem tudják megtartani a cégek a munkaerőt, akkor gyakorlatilag a vége van a járványnak. Nehezen lehet őket majd újból hadrendbe állítani. Nyugaton is hasonló gondok vannak, és a nagyobb bérért, nagyobb fizetésért várhatóan el fogják szipkázni a magyar munkavállalókat. Tolna megyében az építőipar tavaly nagyjából 46,5 milliárd forintos forgalmat generált, idén az első negyedévben pedig már több mint 10,5 milliárd forint eddig a mérleg.